Mesébe élő tájak, középkori templomok, kerékpárutak. Szabolcs-Szatmár bele kincseit testközelből is megismerhetik a térségben látogatók. A településeken működő vendégházak tulajdonosai többek között erre a természet és épített örökségre alapozzák kínálatokat. A szállásadóknak az idén 30 éves Falusi Turizmus Vármegyei Szervezete számos szakmai kérdésben nyújt segítséget. Sokaknak például a ma már kötelező online felületek használata nehézséget jelent. Ezeket a felületeket kezelni tudni kell, és hát ezekre szerveznénk képzéseket és összejöveteleket. A legközelebbi az június 16-án lesz, és ott legalább 100 vendégházat szeretnénk vendégül látni, és ott a aktív turizmusról, a kerékpáros barát turisztikai vendégfogadásról és számos olyan szakmai kérdésről, például erről az ENTAK rendszerről is lesz szó, ami reményeink szerint segítséget nyújt, hiszen sok olyan vendégházon most fontolgatják, ugye a környezetemben is látom, hogy bezárnak esetleg, mert megijednek ezektől az adminisztratív nehézségektől. Mi biztatnánk arra, hogy próbálkozzanak. Az online felületek használata mellett a vendégház tulajdonosok közötti összefogásra is sarkal a szervezet. A tapasztalat azt mutatja, hogy ma már a gyors internet elérés, a széles programkínálat előnyt jelent a szállásadóknál. Az egyesület célja, hogy ebben is segítse a falusi turizmusban dolgozókat. Ez volt az egyik alapötlet egyébként, hogy azokat a rendezvényeket, amelyeket jónak ítélünk meg, és a megyénket népszerűsíti, vármegyénket népszerűsíti, hiszen identitásőrző, népi struktúrájú és nem kimondottan falunap jellegű, ezeket szeretnénk promotálni. Ezeket a felületeinken feltüntetjük, és azok a vendégházak, akik ugye figyelik a mi felületeinket, azok tudják ajánlani a aktuálisan éppen nála vendégeskedő turistáknak, hogy elfáradhatnak arra a rendezvényre. Az ágazati szereplők helyzetbe hozására különböző pályázati források is rendelkezésre állnak. A vármegyei szervezet célja, hogy ezek a támogatási lehetőségek minél több szállásadóhoz eljussanak. Az elmúlt 4 évben Szabolcs-Szatmár-Berekben a vidéki turizmus támogató Nagy Diverz elnevezésű pályázatból összesen 198 új vendégház épült.